Nos, itt a végén még egy pár beállítást meg kell ejtenünk. Először is, hogyha megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy itt ennél a sminknél a keresésdoboz nem a baloldali vagy a jobboldali sávban, hanem a fejlécben helyezkedik el, tehát ezt nyugodt szívvel bekapcsolhatjuk. Tehát elmenjünk a sminkekhez. Beállítások. És itt bekapcsoljuk a keresésdobozt. Valamint nem szeretnénk, ha ez a Drupal ikon itt megjelenne, tehát ezt a logót, ezt most ki fogjuk kapcsolni. Így. Egy dolgot nem tettünk még meg, és az pedig a felhasználók kezelése hozzáférés szabályozásnál a keresést engedélyezni kell a anonymous userek számára, különben nem fog megjelenni a keresésdoboz. Így, és egyetlen egy lépés választ el minket attól, hogy publikáljuk az oldalunkat, méghozzá az, hogy a webhely karbantartásánál online állapotba kell helyezni a weboldalunkat, és ebben a pillanatban, ha kilépünk, láthatjuk is a weboldalunkat a hírekkel, a szolgáltatásokkal kapcsolati formával, valamint keresési lehetőséggel.